Ide születtem, ha röviden akarok mondani. Volt szándékom, hogy elköltözzek Kisgyőrbe, de hál' Istennek nem mentem el innen, és nagyon, de nagyon szeretem ezt a helyet, mert nekem már egy hét után honvágyam van, tehát hogy hazafele jövet, lássam meg azt a fehér templomtornyot, mikor kibukkan ez a picike kis település. Na gyere! Észre, ilyen felvétel van. Látod? Jó van. Egy picit megpróbáltam újjáéleszteni azt a hagyományt, ami a Kárpát-medencében megtalálható volt, mert az Őrségben is megtalálható volt, Zalaegerszeg környékén is, illetve a Gyimesben meg máig föllelhető. És ezek a fűzött edények, tehát ezen lehet látni, hogy van egy kötés, tehát egy nyelv van beledugva, ez teljesen nyers állapotban, ez formázható, olyan alakot vesz fel, amilyenre akarjuk. Akár, hogyha kibéleljük egy papírral vagy két darab üveggel, azért lett ez ilyen lapos edény. Ezek egyébként mai használatra is lehet használni, mert fűszeresnek, sónak, bárminek. Egyetlen egy olyan edény, amiben a só nem áll össze, mert a maga nedvességet leszívja belőle, és ezáltal soha nem áll össze. Még a pici görcsnél is elválik, hogyha ügyesen csinálom. Mondjuk ez pont nem a legjobban sikerült. De még ekkor si esünk kétségbe, ha így jön le, mert ezt, ha egy ideig kitesszük a napra, akkor ez szépen tekeredik össze, és nem egy akkora edény lesz, mint ez, hanem egy kisebb. De itt lehet látni, hogy amikor egészbe szépen lejön, egy fűzést lehet rátenni, ami fűzéssel, amit ott mutattam, össze lehet csatolni az egészet, és megvan az edénynek a palástja. Országos élő népművészeten legelső alkalom, amikor elindultam a gránátalmadíj, és háromszor egymás után mindig gránátalmadíjat kaptam. Majd évmestere is voltam, Király Zsigadi, Vlasis Gyuladi, tehát nagyon sok díj, népművészetmestere, ifjúmestere, népiparművész. Mindig zsűriztettem, mindig megmérettettem azokat a tárgyakat, amiket kiötöltem. Szegedi Miklós, a Miskolci Közlekedési Vállalat szakkörvezetője, ő gondolta, hogy Kisgyőrbe csináljunk egy tábort. És a legelső táborban még nem voltunk, csak 18-an. A temető kapuját készítettük el 90-ben. Jelen pillanatban ott vagyunk, hogy 60-70, valamikor 80 főre duzzadt fel ez a tábor. Próbáltunk olyan tábort csinálni, amikor nem volt nagy közös feladat. Az a tábor volt a legrosszabb. Egyetlen egy ilyen volt, többet soha az életben nem is fogunk csinálni. A közös munka szépen összekovácsolja az embereket, mindenkinek megvan a kis saját feladat, mindenki tudja, hogy mit tud megcsinálni. Mondják, hogy nagyon sokan nem csinálnák ezt a polgármesterséget, hogy ennyi energiát fektetek bele, de ha nem találnák benne örömet, akkor nem is csinálnám. Meg a kettőt összeötvözni, tehát hogy a maga a település fejlődését a művészettel, és most már, hogy eltelt az az időszak, azt lehet látni, hogy hát egy olyan arculata van a falunak, hogy nagyon sok minden, tehát nem úgy jön be az ember, hogy bementem egy faluba, hanem rögtön mosolyra derül.